Más témával megyünk tovább. Ma volt az év egyik legmelegebb napja, hőségriasztás volt érvényben, délután 37 fokot mértek a hőmérők, nem csak a betegeknek kell vigyázniuk magukra a hőségben, figyelmeztet az ANTS. Néhány napja forró levegő tetőzik a térségben. A tartós hőség miatt 8 megyére adtak ki figyelmeztetést. A nagy hőség megterheli a szervezetet, és így bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen tüneteket és koncentrációs zavart. Az autósoknak óvatossággal kell vezetniük a közutakon. A legfontosabb, hogy 11 és 15 óra között semmiképp ne tartózkodjunk a tűző napon, és figyeljünk oda a fokozott folyadékbevitelre, ami lehetőleg cukor és alkoholmentes ital legyen. A kisgyerekek és az idősek különösen veszélyeztetettek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. Általában klimatizált helységekben frissülnek napközben munkahelyükön az emberek, akik nyári szabadságon vannak, a vízpartokat és a fürdőket keresik. A magas UVB sugárzás ellen védekezni kell. Akik szabadban fizikai munkát végeznek, fokozottan be kell tartaniuk a munkavédelmi előírásokat. A védőital kötelező, árnyékos helyeken pedig pihenő időket kell tartani. A tikkasztó melegben a járókelőket párakapuk frissítik fel, a Katasztrófa Védelem weboldalán elérhető azoknak a légkondicionált helységeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet. A témát folytatjuk itt a stúdióban a megyei tiszti főorvosasszonnyal. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nézem a hallgatókat, nézőket! A mai napon hőségriadót rendeltek el 8 megyére vonatkozóan. Az ANTS mikor rendeli el a hőségriadót? Tehát 3 fokozata van magának a hőségriadónak. Az egyik az figyelmeztetés. Ez azt jelenti, hogy a napi átlag közép hőmérséklet az eléri a 25 Celsius fokot. A második fokban ez a bizonyos napi átlag középhőmérséklet 3 napon keresztül eléri ezt a 25 fokot, és a harmadik fokozat, ami a valódi már veszélyhelyzetnek is felfogható, az, hogyha 3 napon keresztül a napi átlag középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 27 Celsius fokot. Ez már bizony olyan hatásokra van az emberi szervezetre, amikor bizony a megfelelő tájékoztatás a lakásság felé szinte állandó kell, hogy legyen. Ilyenkor természetesen mi is készenlétben állunk, megvannak a feladatai a népegészségügyi főosztálynak és a népegészségügyi osztálynak is. A főosztály feladatai elsősorban az, hogy ilyenkor az országos tisztifőorvos, aki egyébként most az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár, ki szokott adni levelet, azt a levelet mi e-mailben továbbítjuk az illetékeseknek. Ezek a fekvőbeteg ellátó intézmények, de ugyanúgy a járási hivatalok, és megkapják a levelet többek között azok az illetékesek, akik ugye ilyenkor az önkormányzatoknál is kell, hogy legyenek, de az önkormányzatokat már a járási hivatalok értesítik ki. Tehát a fekvőbetegellátó intézmények iránt mi vagyunk a felelőssége, az OMSZ és a Védelmi Bizottság is a mi feladatunk, de már a járási hivatal az, aki az alapellátókat, az egészségügyet, illetve az önkormányzatokat értesíti ki. Ezekben a levelekben mire hívják fel a figyelmét az intézményeknek, illetve milyen, mire vonatkozó ajánlásokat kapnak tulajdonképpen? Gyakorlatilag ugyanazokat az ajánlásokat adjuk, amiket megad majd a járási hivatal is. Ezeket részletesen fel is fogom sorolni. Annyiban még szeretnék hozzátenni a részletezéshez, hogy akkor, amikor például a háziorvosoknak kimennek az utasítások, akkor felhívják a figyelmüket a háziorvosoknak, például a megfelelő gyógyszerkészletnek a beszerzésére, a gyógyszereknek a hidegen tartására, hűtésére, ugyanakkor a mellékhatásokra való odafigyelése. És ez többek között arra is irányul, hogy a felelősségéről felhívjuk a figyelmet, miszerint ugye az alapellátóknak, a háziorvosoknak, a gyógyszerészeknek is felelősségük a megfelelő tájékoztatás. Ugyanakkor kimegy az önkormányzatoknak is ugye a figyelemfelhívás, például arra, hogy nekik is ugye a területet a köztereken, az utakon gyakoribb kell, hogy legyen a locsolás,
és ezt inkább ugye az esti órákban kell, hogy végezzék. A közterületen kell, hogy osszák ugye a védőitalokat, ami természetesen elérhető kell legyen az ott járókelők számára. Illetőleg oda kell figyelni a hajléktalanokra, és nem utolsó sorban, sőt elsősorban a gyermekekre. Tehát ugye a gyerekek ilyenkor óvodákban, bölcsődékben, sőt még táborokban is előfordulnak, utánuk kell menni. És ugyanez a járási intézet, ez kell, hogy figyelmeztessen a megfelelő ivóvíz korlátozása is. Tehát egy dolog az, hogy kiosztjuk és az embereknek megpróbáljuk biztosítani a vizet. Másik része az, hogy ilyenkor ugye általában kevesebb a vízbázisokban is a vízmennyisége, és ezért csökkenteni kell a fogyasztásnak a mennyiségét. Országos híreket figyeltük az elmúlt napokban, nem volt szükség még itthon nálunk vízkorlátozásra. Ez még ezzel jellemző kapcsolatban nem volt kiadva ilyen jellegű utasítás. Amire azonban oda kell figyelni, itt is elhangzott ebben az adásban, hogy igen, a 65 év felettiek, a társbetegségekkel rendelkezők, azok fokozottan érzékenyek ilyenkor a hőhullámokra. Pláne az, aki szívkeringési betegségben szenved, vagy magas vérnyomás betegségben. Ő nekik, ha panaszuk van, forduljanak orvoshoz. A másik, hogy lehetőleg zárt helyen tartózkodjunk. Ez a zárt hely, hogyha lehet, akkor ugye védett és klimatizált is, vagy esetleg ventilátor van benne, de nem minden alkalommal biztosított ez a feltétel. Tehát keressük azokat a klimatizált helyiségeket, amiket itt a honlapra a megfelelő tájékoztatást követően fel is tesznek, tehát próbálják a lakosokat tájékoztatni, hogy hol érhetők el ezek a helyek. Itt tudjuk nálunk is, hogy vannak olyan bevásárlóközpontok, amik klimatizáltak, tehát oda el lehet menni. Ennek ellenére azért szoktuk mondani, hogy ne nagyon menjenek a déli órákba bevásárolni. Nem azért, mert ezek nem klimatizáltak a helyiségek, hanem bizony onnan el is kell tudni hozni az élelmiszert, illetve azt, amit vásároltak, és a nagy melegben a cipekedés esetleg ugyanúgy megterheli. Fokozott fizikai megterhelésnek számít. És fokozott fizikai megterhelésnek számít. Milyen problémákkal szoktak találkozni ebben az időszakban, akár az intézményi ellátás keretein belül, egészségügyi intézményekre gondolok, akár a gyerekek táboroztatása során, illetve hát vannak olyan vonatkozó szabályok, amit mondjuk az élelmiszeriparban, de az éttermeknél is be kell tartani, amit nyilvánvalóan most már nem önök ellenőriznek, hanem a névük, illetve az állategészségügyhez átkerült ez a feladat, de hogyha valami problémával találkoznak, akkor önök szokták azt azonosítani és izolálni. Igen. Hát mi igazán most az élelmezéssel kapcsolatban inkább a táplálkozás egészségügy az, ami hozzánk tartozik. Az élelmezés egészségügy most a NÉBIH-nek a feladata. Ennek ellenére én a humán egészségügyi részét szeretném is, hogy visszakerüljön egyébként a mi hatóságunkhoz, de ez majd később a döntéshozóknak a véleménye alapján fog elválni. A lényeg az, hogy igen, ilyenkor fokozottan oda kell figyelni, hiszen minden létel romlandó. Tehát a hűtőben tartása, a megfelelő hűtésre, arra, hogy forraljuk azt az ételt, amit bizony minél hamarabb fel kell forralni. Tehát például a tej a szállítása közben is hamarabb megromolhat, hogyha idő előtt, még azelőtt, hogy megromlana, felforraljuk, esetleg ennek elejét vehetjük. Tehát bizony vannak dolgok, amiket forralni kell, melegen kell tudni tartani addig, ameddig kiszolgálják, illetve pont fordítva például a fagylaltoknál, ahol a megfelelő hőfokot, a hidegen tartást kell tudni elérni. Nagyon oda kell figyelni, hogy a tojásra, ami rendszeresen ilyenkor esetleg járványokat okozhat, tehát a salmonella járvány az általában a tojással összefüggő megbetegedés. A tojásnak a héjára ugye rákerül a szennyeződés, ez a fekália, ami, hogyha jól meg van tisztítva egyébként, akkor nem igazán okoz gondot. Tehát pláne akkor, hogyha a tojás két oldalra meg van sütve, meg van főzve, ez nem jelenthet problémát. Sokkal inkább, ha nyersen marad az a bizonyos tojás. Tehát, hogyha lágy tojást készítünk, vagy tükörtojást, akkor bizony ott megvan az esélye annak, hogy akár fertőződhessünk. De előtte egy jól megtisztított, pláne fertőtlenített tojás nem okozhat ilyen gondot.
Hát ezeknek a problémáknak egy részét otthon a háztartásban is el kell tudni kerülni, illetve figyelni kell arra, hogy elkerülhető legyen. Még egy nagyon fontos dolog, ami az önök kompetenciájába tartozik, az a strandoknak az ellenőrzése, a vízminőség ellenőrzése. Ez már ebben a szezonban megtörtént, az első ellenőrzés sorozat, hiszen a strandok és a fürdők nagy része már kinyitott, milyen a vízminőség. Igen, hát kétféle jogszabály is van, az egyik ugye a természetes fürdőkre, a másik a medencés fürdőkre vonatkozik. Igen, már elkezdődött a szezon. Természetes fürdők esetében az üzemeltető önkontrollvizsgálat keretében elvégzi az első mintavételezést. Azt követően neki van egy ütemterve, ami alapján mintákat vesz, ezeket a mintákat továbbítja a kormányhivatal, illetve a járási hivatal felé, ahol a megfelelő kiértékelést követően ez felkerül a honlapra. Tehát a honlapon, gyakorlatilag a kormányhivatal honlapján lehet tájékozódni arról, hogy milyen is ez a bizonyos vízminőség. Egyelőre a természetes fürdőknél megfelelő vízminőség volt mindenütt. El kell mondjuk, hogy gyakorlatilag 11 olyan természetes fürdőhely van, ami engedélyezett a kijelölés szerint. Ezek közül kettő, ugye tó mentén, ez a Sóstó és a Leveleki tó, egy a Tisza holtágában és Tiszadobnál, a többi 8 az a Tisza folyó mentén lett kijelölve. És más a medencés fürdőknek egyébként az elbírálása. Ott tudnék, mi az első vízmintavételt, ugye a tápvízből nyerjük, tehát abból a vízből, ami bekerül majd ezekbe a medencékbe. Ez lehet természetesen nivóvíz hálózatról is, de általában ezek magánkutak, hidegkutak vagy termálkutak vizei. Most ezeknek a mintavételezése történik meg, tehát amennyiben ez nem megfelelő, akkor nem is valószínű, hogy bekerülhet a medencébe. Ha megfelelő volt, akkor is ugyanúgy kötelezi a jogszabály az üzemeltetőt a rendszeres önkontrollra és mintavételezésre. A járási hivatalokból kimenő munkatársaink ellenőrzik nem csak a közegészségügyi feltételek meglétét, hanem ezt a bizonyos önkontrollvizsgálati eredményt, és amennyiben természetesen nem megfelelőséget találnak, akkor a megfelelő intézkedéseket megteszik. És ezt így teszik egészen a szezon végéig. Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen én is.